Sziasztok, az Amizgás csatornát nézitek. Itt egy Ellsberg Rodeo modellt alakítottunk át, és valójában azért mutatom én ezt be, mert engem nagyon tetszik, ahogy ez így most kinéz. És az előző motoromnak a matrica szettje, ami erre rákerült, amit egy kicsit én a saját ízlésem szerint alakítottam, mert rajta van a céges design. Szerintem nagyon el van találva a motor, és körülbelül az a konfiguráció, ami nekem nagyon-nagyon ízléses. Ha már úgy védőelemekről van szó, akkor ugyan összeválogatva, hogy hát talán egy kicsit azért sok, mert hard enduro motor, de minden olyan ízléses. Hát elég ízlésesen van ugye, ez nagyon jó, ezt ajánlom mindenkinek. Ez valójában azért van most rajta, mert kifogni is látni fogjátok, mert hogy ide rendelt karbonvédőt a srác, hogy ne kapcsolja össze a tankot, meg a dobvédő még nem jött meg, mert az acsár vissza jövő héten érkezik, úgyhogy addig megoldott a párvertékpát. Úgyhogy a funkcióját ellátja, hát azért talán ezen még kiszolni kell. Viszont ha megnézitek, ez a rácsos védő van rajta, ami alapvetően szellős, és a sarat se veszi úgy be, mint a nagy tepsi. Cserében nyilván nem véd annyit, hogy a karbonnal együtt viszont tényleg ezt jól elvoltam, mert egy évig használtam is tökéletes volt. Amúgy az előző motorjáról került át kézvédő, ez a rács, ez a karbon, ez az AXP Extreme aljavédő, 8 millió vastag, tehát ezek már ravítosak egy kicsit talán, de mindig jól mutatnak. És amúgy szerintem ez az aljavédő is, ez a 8 mm is, ez nagyon-nagyon jó. Jó bírja, nem törik, nem reped. Én szerintem ezt belegenára mindenkinek, viszont nagyon drága. Nagyon jó, az drága. Itt van az egyedi gyártású TPS védőnk. Ez is szerintem hogy egy tök jó dolog, ezt már 4 éve használja. Úgyhogy szerintem ez már levizsgázott. Fintech védő van rajta elől. Ez is már azt hiszem, hogy a negyedik éve van. Körülbelül annyira, azért már látszik rajta, hogy használva azon is. A kézvédőt meg tudtuk menteni, viszont kapott új fehér színű műanyagot, ami jól mutat magához a motornak a színéhez. Rajta adtuk a gyári üréshúzatot, szerintem az egy viszonylag jó mutató darab, ízgépeket szoktunk feltenni, az jobban tapad szerintem ennél, viszont ez is tök jó tapad, ilyen gyönyörű. Elő ledes lámpát kapott az acserbisztől, az nagyon-nagyon jó fénye van. Fönt kapott kettő darab, ilyen darab színű. Hát nem is tudom, hogy hívják ezt Patrik, ezek a darabosok, mi ez? Kupak! Kupak? Jó, kupakot. Oké. Okay. Hát, hogy azt legyen kupak. Azt kapott rá, ő duplán kérte a telóvédőt, úgyhogy ezt a rövidebbre kellett vágjuk. Mégpedig azért, mert az előző motorján itt megütötte, és mondta, hogy nem szeretné volna megkarcolni itt a telót, úgyhogy azt mondta, hogy vágjuk időbe méretre egy másikat. Szerintem, hogy ez tényleg hasznos, én erre nem is gondoltam. És hogy átösztetsz a túloldalra, ezt például, amit én kreáltam, nekem tökre tetszik, de sokan használnak ilyet amúgy, hogy ugye itt van a maga a szerep a tankszellőztetőben, és vettünk az acserbisztől, az acserbiszt szerep, és vettünk az acserbisztől ilyen, hát ilyen lilás színű csövet, és tök jól néz ki. Ezt a KTM-től megrendeltük ide a, hát nem tudom, hogy hívjam ezt csöcsnek, talán nem ide bevezeti a vázba a üzemanyagot, ami esetleg mégis átmegy, vagy a gőzt. Tehát nem vannak ugye ezek a videón bevezetve a kormányba, jájlag, mondom, az tök béna, mert folyik belőle az üzemanyag órán szállja, hogyha elborítod. És vannak ezek a kínaiak, amik a tetején van ez a kis szerepke, így azt mondja, hogy fekete, narancs, kék, de színű megvetett. Szerintem ez sokkal jobban néz ki, meg tök jó, mert nem ide csopog üzemanyag, hanem másodnél mégis valami történne, akkor ide bevezeti a vázba. Úgyhogy ezt a KTM-ből rendeltük ezt a kis csöcsöt hozzá. Hát itt a túloldalon látjátok ugye a power tépet. A presszó dom, de hát abban sok minden látszik, majd ezek lekerülnek róla. Felmatizáztuk tök szépre neki a Polisport villavédőjét. Rajta van a régi Hardline-is lábtartója. Ez az Acerbis oldalvédő is már régóta költözik egyik motorjával a másikra, egész jól sikerült megúgnia. Úgyhogy hát ugye, ha jól látom, akkor ezt is látszak intézték. Ez acserbisz, ugye? Talán az van rajta, nem? Igen. Igen, acserbisz tépő van elől, meg szerintem hátul is azt kerülhetett. Igen. Igen. Igen, az van hátul, ezzel húzni, meg egy acserbisz hátsó féklámpa került rá. És felgumiztuk, X-Grip Super Enduro van elől. Ez hátul. Filmes, bocsánat, hátul, ez filmes medium. Előre meg talán visszak. Ugye? Nem, Hákibolyó múzza, hátul csubisz van. A Hákibolyó hozzávaló múzza, LV2-es X-Grip múzza, hátul csubisz, meg a Super Enduro medium nagyon szereti ezt. A átértelemben van a hátul gyári, az 50-es, előre meg kapott a 12-es látszkereket, és körülbelül ütettünk ugye a rendelden ARC karokonnak rajta, ezek azok, amik
Tehát elvileg törhetetlenek, gyakorlatilag semmi nem az. De ez is már szerintem a 2019-es motorjára vette meg. 19-20, 22, most ez a negyedik motor el is, ezek az AC-karok, akinek két oldalon a négy motort túléltek. Tehát most már a hármat és ez lesz a negyedik. Hogy amik ezen a motorral rákerültek, azért látszik, hogy tartósak. Tehát ezek a védelemek azért, amúgy nem nagy állat vagy, azért viszonylag... Nem úgy jövültem el. Jobban gondolkozik, mint én, hogy tényleg látszik, hogy azért sokat kibírnak ezek nem feltétlenül. Ha meg az ödögő minőséget, tehát jól ezt nem elmondani. Egy olcsó alja védő például repettőrik, mert azért nehezen pusztítod el, azt kell mondani. Úgyhogy tök szép motor, meg kell ezeket a dizájnom. Nekem nagyon tetszik, és én kértem most látszikat, hogy ezt a videót én szeretem leforgatni. De amúgy ez 600-os középről vastagságú matrica. Egész jó bőrjel is. A 850-es azért extrémre találjuk, de ez a 600-os is már nagyon, nagyon tartós, azt kell mondja. Úgyhogy, hát ennyi, szerintem magáért beszél, amit láttok. Úgyhogy köszönjük szépen, sziasztok!